Civil Info NEA 2022. Ezzel a címmel tart országos tájékoztató rendezvénysorozatot a miniszterelnökség. Ezúttal Pécsre, a Baranya megyei önkormányzat dísztermébe látogatott el a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Szalai Bobrovnicki Vince ismertette az október 4-től induló nemzeti együttműködési alapfelületét. Onnantól lehet majd arra közel 11 milliárd forintra, ez egy soha nem látott összeg, pályázni egy hónapon keresztül, és aztán majd egy gyors döntéshozatalt követően a jövő év első felében, első három hónapja környékén fogunk tudni fizetni, ami jó, mert ugye a civileknek így nem kell annyira a saját zsebükbe nyúlni, hanem rögtön ott lesz az elnyert pályázati összeg a zsebükben, kezükben, és rögtön fel tudják használni. Baranya megyében egyébként 2707 civil szervezet működik, ami azt jelenti, hogy körülbelül minden 10 000 emberre jut 70 egyesület. A megye pedig közel 800 millió forintot szerzett idén csak a civilek számára, ami országos szinten is kiemelkedő, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Ezek a szervezetek most reneszánszukat élik, mondta a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Őri László hozzátette, hogy soha ilyen mértékű kormányzati támogatást még nem kaptak a civilek. Én azt látom, hogy jól gazdálkodnak ezekkel a forrásokkal, jóval több a program, jóval több közösségi alkalmat valósítanak meg, és most már azt látom, hogy a civil közösségek azokat a fejlesztéseiket is a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan meg tudják valósítani, mert egy-egy helyi közösség fontosnak tartott, legyen szó egy kis közösségi tér berendezéséről, egy kultúrháznak az eszközökkel történő felszereléséről, vagy más helyben fontos célokról. Az eseményen további előadásokat is hallhattak a résztvevők, mint például a 2020-as és 2021-es év tapasztalatai, a civil szervezetek helyzete a legújabb statisztikai adatok tükrében, illetve gyakorlati bemutatót is tartottak az érdeklődőknek.